És vissza is tértünk erről a rövid, ám bár annál eseménydúsabb szünetről a második mérkőzésre. Az elsőt a Vágynak sikerült elhoznia egy rövid mérkőzés alatt viszont rendesen. Oda csaptak egymásnak a srácok, a másodikat már nem veszítheti az Afterglow, feltéve, hogyha szeretnének a döntőbe kerülni. De egyelőre a jelenlegi állás 1-0. Kommentátor társam Edi, szervusz, kedves Edi. Szervusz, Lévius, üdvözlöm a kedves nézőket. És igen, ahogy te is mondtad, az első mérkőzést megnyerte a Vágy. Alapvetően az Afterglow-nak nem volt éppenséggel rossz a kompozíciója, viszont volt nekünk egy nyereményjátékunk az első mérkőzésen, ahol ki is nyert? Így van, a tippelők között sorsoltuk ki, ugye? A helyesen tippelők között. A helyesen tippelők között a nyereményt, mivel ugye a Vágy nyert, ezért adja magát a kérdés, és a győztesünk neve nem más, mint van doppergős ikonunk, vagy valami? Nincs? Nincs. Akkor a győztesünk Lalisza lett, szeretnék nagyon gratulálni neki, hogy megnyerte ezt a nagyon szuper nyereményt, használt egészséggel, így ezen a héten az ötödik nyereményedet is zsebre tehetted, gratulálunk. Nagyon komoly teljesítmény. No de, ne felejtsétek el, hogy ettől függetlenül a második mérkőzésen is lehet majd szavazni a győztes csapatra. A tizedik percig, aki 10:05-nél szavaz, amit már nem fogadjuk el, lehet, hogy akkor már a mérkőzés is eldől. Mindenféleképpen érdemes, láthatjátok, hogy nyerni is lehet. Olyat pedig még véletlenül sem mondunk, hogy bunda. Nem, dehogy is. Szóval érkezünk a tiltási és választási fázisba, amit az Afterglow csapata kezd rögtön egy Janna tiltással, ahogy tették azt az első mérkőzésen is. Arra pedig a Vágy válaszol egy Árival. Bizony, bizony, bizony. Ári tiltás érkezik. Hú, de sötét lett hirtelen. Majd Kennen, szintén ugye Karabornak nem akarják átadni ezt a hőst. Nem mondom azért, hogy meglepődtem rajta. Cassiopeia a következő. Hát az is egy eléggé várható tiltás volt, hogy Mate-nek nem akarják átadni még egyszer ezt a hőst. És egyébként Syndra, illetve Sejuani is ugyanúgy a tiltólistán végzi. Az első választás pedig nem más, mint Kulacsnak a Renektonja, vagy Renektonnak a Kulacsa. Karabon pedig, ahogy az első mérkőzésen, most is Gnárt választ. Igen, szóval az előző meccsen nem volt rossz az a Fiora, alapvetően lehetett érteni is benne az elképzelést, csak az, hogy Febern is ennyire törékeny lövésszel jött, illetve hát Jastrom az értelemszerű, valahogy a tankosság hiánya szerintem a végén megbosszulta magát. Most Renektonnal azért egy tankosabb felsősvényest láthatunk. Katarina. Hát, ugye mivel, hogy nincsen placeholderünk, ezért ez a Katarina fix választás Mate kezei közé. Ahogy a Kha'Zix is. Igen, csak az nem Mate-hez megy. Viszont táriázni fog Febern, ami eléggé érdekes választás. No, hát meglátjuk. Vagy ki tudja, lehet, hogy a Vágy úgy gondolja, hogy a Thalia majd egy támogató lesz, azért tiltottak egy Orianát, vagy hát igazándiból már teljesen mindegy, hogy milyen tiltások érkeznek, hiszen a felső ösvényest is láthatjuk, illetve ugyebár a középső ösvényeseket is. Vladimir kerül még ki, illetve Fiora. Érdekes a felépülő kompozíciója mind a két csapatnak, de egyelőre Vágy így van, Kalista tiltás nélkül vártam is, hogy érkezik. Na de mi lesz a támogató hős? Nincs Lulu kiválasztva, Kogmót elhozta, ugyebár az Afterglow csapata, és talán emellé tudnám elképzelni Lulut, vagy akár egy Tahmkent-et, de el kell választani Kalista hűtását Lulut, de mi jön most mellé? Thresh-t akartam pont kiemelni, hogy Hextasy Thresh-e, az nagyon erős lesz Máté Kalistájával. Az, talán az egyik legösszeszokottabb alsősvény páros az össze tett a túlvilági párossal. Hamarosan betöltenek a játékosokat oda. Az idézők szurdokába. Biztos? Biztos, egészen biztos. Akkor jó. Hát reméljük, hogy nem a kanyargó rengetegbe. Öten. Pedig amit megnézném. Amúgy én is, de érdekes lenne. Volt már én, amikor 5v5-re számítottak a csapatok és 3v3, emlékszel rá? Nem. Nem emlékszel? Nem. Múltkor, mikor nem voltunk a... Amikor a Samsung játszott a Pierce-ékkel szemben. Igen. Nem? Nincs. De. Mindegy, majd elmeséljük, akit érdekel, az cseten kérdezze meg. Hát elmesélheted szerintem. Á, nem, semmiképpen nem. Sem. Mivel, hogy elemeznünk kell a jelenlegi
felállást, és nem szabad elfelejtened, hogy ahogy fogynak a számok, úgy érkezik egy jó kis videó is majd. Ez a csata lesz a mesternővel. Ha benne vagy csak, akkor én is. Semmi sem tarthat vissza. Timo kapitány szolgálatra jelentkezik. Akkor hát hajrá! 900 életerő megjön Katrin, a közel meghal fresh, meghal szolid, és a baromnasok Katrin el tudja húzni, vagy nem? Le fogja szólozni a baromnasok Katrin át, és Chris mehetne majd én. Samsung League of Legends Roadshow. Mindenhova elvisszük a LOL-t. Szervusz, kedves Edi. Szervusz, kedves Livius. Hát igen, ahogy Pierce mondta, mindenhova elvisszük a LOL-t, és hát hadd említsem meg még egyszer, hogy ugyebár ezek elődöntők, viszont döntőnk lesz majd hamarosan. Ez így van. Szeptember 30-án Budapesten a Telekom székházban kerül majd megrendezésre az országos Roadshow döntő 2016-2017-es felvonása, ahol hát például minket is megtalálhattok majd, de lesznek azért ott majd még sztár vendégek, például ott lesz AK, Diesel, a No Life-os srácok, vagy éppen egyébként Paplovag, úgyhogy velük is találkozhattok majd, hogyha vásároltok rá jegyet, amit a mai napon egyébként kedvezményesen meg is vásárolhattok, 1490 forint helyett mindösszesen csak egy ezresért. Így van, 990 forintért csak le kell pörgetni az adásnak az aljára, és ott már elővételben is lehet jegyet vásárolni, mindenféleképpen megéri, ugye mai az a akciós napunk, hogyha esetleg a nyereményjátékon nem tudtok nyerni, akkor legalább ennyivel hagy kedveskedjünk, és a felkiáltójel játékparancsal tudtok szavazni. Jatek. Jatek, igen, igazad van, köszönöm szépen. Az aktuális győztes csapatra, amiről a 10. percig van esélyetek választani, hogy éppenséggel ki lesz az. De kedveseli, szerinted ki lesz az? Nézzük most a kompozíció. Nem szerint. Tudom, ez az új meta nagyon érdekes megint csak, hogy a lövészek sokszor, főleg a kogmók általában megtisztulást hoznak, és a támogatójukhoz gyógyítást. Ez ezen a mérkőzésen is így lesz az Afterglow oldaláról, ugyebár a Violet még nem láthattuk, majd most lesz alkalmunk megtekinteni őket. Ők ez két éve megszokott idézői képességekkel érkeznek, Kalisztánál lesz majd gyógyítás, illetve Thresh-nél égetés. Az, hogy Katarinánál égetésen, az azt hiszem nem meglepő. Viszont Táliának a kifárasztása megint csak majd indokolt lesz, főleg úgy, hogy az az egy van a csapatában. Kog, vau, 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 vau. Ugatás lesz bőven. Mérkőzésem, és van mögötte egy Lulu, aki nagyon-nagyon komolyan tudja védeni ezt a hőst. Sokszor látjuk ezt a Kog'Maw Renekton felépítést. Nem a csapat kompozíció miatt gondolom, hogy indokolt, inkább azért, hogy az ösvényfázist maga biztosan tudják elhozni. Legalábbis a Renekton választás mindenféleképpen. Tehát egyelőre még várni kell majd arra, hogy Gnárral mit tud kezdeni. Igazából a Renekton sebzés a játék korai szakaszában ugye egy kábítás alatt le tudja tépni az arcodat, hogyha arra van szükség. Érdekes lesz. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy mate, hogy fog muzsikálni azzal a Katarinával? Kíváncsian várom, azért Garabonnak lesz esélye elugrálni Kulasnak a Renektonja elől, akkor pedig ugye vissza kézből kioszthatja majd a pofonokat, vagy hát ha nem is a pofon, de a bumeránkokat.
Úgyhogy jó kis cserebere lehet majd a felső ösvényen megint csak. Az alsó ösvényre leszek egyébként kíváncsi, hogy Mátéék megint be tudják-e majd annyira szorítani az alsó ösvény párosát az Afterglow-nak. Jastromnak most annyi könnyebbsége van, hogy azért egy Kogmóval talán könnyebb farmolni, mint Tristanával. Igen, viszont az ösvényfázis a Kogmónak sem erős, viszont Kalisztának igen. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a Wildnak az alsó ösvénye mindenféleképpen erős lesz, és dominálhatják a saját helyüket. Viszont, hogyha azt nézed, hogy a dzsungeles felállásból melyik karakter az, amelyik inkább a rajtaütésekre specializálódott, akkor egyértelműen Jarvan. Ugyanis ő a legerősebb korai rajtaütő karakter, aki lehet. Legalábbis kettes szinten mindenféleképpen az ő malmára hajlik. Hát az a bizonyos víz. És szerintem Paresz megjátszhatja azt, hogy kettes szinten meglátogatja az alsó ösvényt, ha más nem, legalább egy villanást kapjon ki, vagy a támogatóból, vagy a lövészből. Az pedig, hogy milyen sárkány érkezik majd elsőként a szurdokba arra, a gyönyörű szép kamera kezelés rá is világított. Profi Observer kollégáink vannak, kérlek szépen. Ne, ez a most mai nap folyamán megérdemli a tapsot. A névtelenséghez ragaszkodó buci. Megérdemli a tapsot. De azt szerintem senki nem hallott, hogy te tapsoltál, szóval most, nem most, baj, én tapsoltam. Most szinkronizám, Edi tapsol. Köszönöm szépen. Bármikor, neked bármit. Na de, 30 másodperc a milliónok indulásáig, ami azt jelenti, hogy közel vagyunk az 1 perchez, vagyis már csak 9 percetek van megtippelni, hogy ki nyerheti meg ezt a mérkőzést. Ahogy látjátok, még semmi sem dőlt el, még bármi lehet. Sok sikert a tippekhez. Lehet akár 2-0 is, de az sincs kizárva, hogy az Afterglow ezen a mérkőzésen összeszedi magát, és kiegyenlít a szériában, akkor pedig egy harmadik mindent eldöntő mérkőzésen derül ki az, hogy ki kerül majd a döntőbe. Nézd csak a tárgyválasztást. Érdekes. Igen, Jastromék. Felettébb érdekes. Ugye megjátszák ezt a régi stratégiát, amikor ugye az volt a lényeg, hogy mind a ketten ezt a tárgyat hozzátok. Csak ők nem mind a ketten. Csak nem mind a ketten, igen. Úgy tűnik, hogy szeretnék hamar aranyhoz juttatni Kuksist, hogy minél gyorsabban be tudja fejezni valószínűleg a hívők töményét, hogy ezzel gyorsabban tudjon sebezni Jastrom, ami egy nagyon-nagyon okos taktika. Talán ezzel le tudnak dolgozni egy kicsit az ösvényen lévő hátrányokból. Hát vagy igazándiból félreértettük, és Kuks is lesz a lövész. Kogmó pedig hát a támogató. Rajta is támogató. Igen. Tárgy van, szóval. De függetlenül attól egyébként, hogy azért sokszor láthattuk az ilyenfajta próbálkozásokat, még például az LCS színpadán is. Azért az, hogy a támogatónál van a gyógyítás, sokszor hibákat szült, Hextasy nyúzott rögtön, éget is. Igen, büntethető Jastrom, egyértelmű. Nincs nála ugyebár sem élet visszatöltés, sem élet lopás, de a pajzs sem adja vissza az életét, ez mondjuk egy gond. Az egyes szinten egyértelműen gondban lesznek Jastromék. Viszont volt 3 darab sütője. Igen, ez viszont az előnyükre válhat a cserebere. Paresz pedig nem játszotta meg az nagyon korai gyors rajtaütést egyelőre, amit vártunk, de megvan a kék gólmerősítés, és érkezik is a pink. Karabont akarja kicsit megbüntetni, viszont az ösvény felé tolódik, így nem nagyon van lehetőség, Kulacs még nem hármas, így egy kábítás alatt sem kapható, olyan Hextasy pedig egy nagy minion húz kijebb. Így legalább könnyebb lesz leütni, az biztos. Középső ösvényes rajtaütés, de a közelben van egyébként Cikk is. Igen, mind a két dzsungeles érkezhetne, Paresz jobb helyzetben van, több a manája, illetve az életereje is, mint Sicknek. Sick viszont érkezik is, ha jól látom, visszazavarja egy kicsit Febent. Nem érkezett Sick végül. Inkább Benge Csörtlop? Igen, igen. Elviszi a kis csirkéit Paresznek. Hát Jastrom még pedig felséggel azt a játékot játszak, amit vártunk. Mate nagyon agresszív, szépen kerüljük a visszadobást. Torony alá nem fog bemenni, viszont lehet, hogy Sick erősítés. Nagyon szép a feldobás, el lehet kapni ezzel Sicket. Febennek nem sok manája van, Sicknek egyértelműen villanni kell. Febben utána mész-e? Utána bizony, nem de be tudja fejezni, mert visszafordul Mate, a kifárasztás tökéletes az égetés, nem lesz elég. De a visszavillanó sebző Katarina, igen, Paresz outplayed. Nagyon rossz irányba ugrott, nem talál a halálos ítélet. Villan, de a nyúzás jó, Kuks is megérkezik, a pals tökéletes. A lámpással húzzák át Mátét, jön meg Jastrom, de Paresz be lehet közben fejezni. Jastrom pedig a tobozzal kell meneküljön, hiába villanod a Hextasy, nem tudta visszanyúzni a repülő kutyust és társát, micsoda mesecím lehetne, de a gyilkosság a Whitehoz vándorol.
Ugyebár Kuks is ugyan érkezett, de gyógyítani nem volt lehetősége, hiszen azt már elhasználta az alsó ösvényen. Így pedig, hát Katarina finoman szólva megkapta azt a kezdő löketet, amire szüksége lehet. Rögtön láthatjuk is a visszajátszást, hogy hogyan is történtek ezek a gyilkosságok. Bemegy Jarvan kezdeményez, ugyebár ő kap egy jó adag pajzsot, és ugyan Sik kivillan, de hát Feben utána, de itt pedig próbálná a saját testével védeni a dzsungelesét, életben tartani azonban nem sikerült, viszont a villanását és az égetését kihasználva kettős erősítéséhez jutott ő is. A lámpás pedig rendkívül jó volt, viszont a gyilkosságot így is Katarina szerezte meg. Szóval, amiről beszéltünk, két gyilkossághoz jutott egy Katarina a mérkőzés korai fázisában. 4 jelző van a fekete pecsét gyűrűjén. Rajtak elütni. Hextech revolvert már meg is vásárolta. Hát kíváncsi leszek, hogy hogy fogja ezek után tudni Feben állni a pofonokat. Aki pedig hiányolná Kulasnak a villanását, annak elmondanám, hogy Sik egy felsőütés, ösvényes rajtaütés keretein belül fosztotta meg ettől. Kulasnak pedig ezért haza kellett térnie, ezért is van egy nagyon-nagyon minimális farm lemaradásban Karabontól, de ezt vissza fogja dolgozni, senkinek ne legyenek kétségei. 2 hosszú karddal tér vissza az ösvényre, ezzel sebzése már megvan. Viszont a Rubin kristály van Karabonnál, amivel ugye életerő bónuszt kapott, ezzel remekül át lehet játszani a Renekton-nak a korai sebzését. Az előny viszont az Afterglow-t illeti Kulacsnak, ugyanis a teleportja elérhető, pokoli sárkány van a pályán, így korán lesz ott a buli a sárkányban. Hopp, érkezik közben Sik, nem hiszem, hogy elég lesz a sebzés, úristen, végig kapott Feben, ilyen hülyeséget még sosem mondtam. Tökéletes volt Kazixban és Katarinában, egy feedelt Katarinában bőven van annyi sebzés, hogy lerugdossák Táliát arról a kőszikláról. Igen, és hát úgy tűnik, hogy egy ilyen Katarinának nincs is nagyon szüksége idézői képességekre, így is borzasztóan mobilis. Hát ez Táliáról annyira nem mondható el. Karabban nem fog bemenni egyedül a torony alá, hiába alakul át meg a Gnárba. Azért az egy Renekton egy jó kábítással, viszont ha kijön az a gyík, kábítás kombó volt, nagyon érdekes, így meg lehetett fogni Karabornak a helyzetét. Nem tudta a földrengető csapást eszközölni Kulacson. Ajajajajajaj, ha feedelt Katarina vagy, akkor le kell menned az alsó ösvényre, az átalakítás szép. Kuksi is van bent a torony alatt, Máté jó pozícióban Jastromhoz, viszont nézzük, Mate ki tud-e ugrani, nem elég a tépet sebb, de az utolsó láncsa. Az bizony befejezi Kogmót, aki hiába jön vissza Kuksisnak, már csak a haláltusáját nézheti végig, Hextasy nem tudja leütni, így pedig Kuksis lehet, hogy túléli, nehogy éli, túlérte villan Máté, és a tépet sebben fejezi be ellenfelét. Feben pedig dobálhatja a szikláit, ha nem talál senkit, akkor kenyérrel se dobják vissza, halál, csak Hextasy lesz a teleportnak köszönhetően, hátra hagyják Thresht. Azt hiszem, ez így teljes mértékben megérte a Vaj csapatának. Majdnem még az első tornyot is sikerült megszerezniük, és hát akiket meg kell etetni ezen a mérkőzésen, azok megkapták a kezdőlökést, meglettek etetve. Mind Katarina, mind pedig Kalista 2 darab gyilkossággal rendelkeznek. És hát Máténak a... hát egyrészt a farmja is, meg ezek után az arany előnye is óriási lesz a Strommal szemben. Hogy kell lopni pirosat? Így van, Paresz meg tudja szerezni, remek volt. Nem számított arra, ha jól láttam Sik, hogy itt van Paresz, igen, aki nagyon okosan játszotta át. Igazából óriási öngól lehetett volna, hogyha van egy őrszem abban a bokorban, de nem volt. Így pedig Paresz pirosat lopott, ráadásul Sik orra előtt. Hát ezzel vigasztalódhat az Afterglow jelen pillanatban. 8. percben járunk, majdnem 2000-es a Vaj csapatának az arany előnye, miközben Feben fog majd kék erősítést kapni. De ettől függetlenül az alsó ösvény, hát nincs kisegítve. És ugyanúgy Máték tovább fogják majd tolni az ösvényt. Extazinál van égetés, van doboz, villanással is tud kezdeményezni, és hogyha nagy problémában lennének, akkor Mátének még van egy gyógyítása is. Ezzel szemben viszont mindösszesen csak Jastromnak a megtisztulása érhető el, ami hát nem volt túlságosan effektív eddig a mérkőzésem. Kulás ugye elhasználta a teleportját, így már nem érkezhet az előző akcióban, hogy biztosan megöljék Hextasyt, ezért leteleportált, így a sárkány ingyen fog a White-hoz vándorolni. Nincs lehetősége Paresznek a lopásra. Ez is biztos. Gnár végső képesség. Kulacs sebezni próbál. Karabon ki fog esni a formából, de Kulacs sok élet előtt veszít. De van végső képessége, tehát legyőzhetetlen Renekton. Nem jött elő, elhasználja-e? Elbizony, de ez csak egy pár másodperces életben maradást jelent. Lesz-e dobás, vagy előbb jön vissza a nyesésszel? És villan vissza Kulacs! Az óriási igen. Outplay Karabonon! Nagyon megette reggeli lesz most. Gyönyörű játék a Renektonnal. Kiszámított, mondhatni calculated.
amihez egyébként nagy szüksége volt még a Tiamatnak a bónusz sebzésére is. Azt hiszem a definícióját láthattuk, a felrobbanásnak Feben volt az áldozat. Ecstasy szépen használja a halálos ítéletet, Mátét viszont nem hozzák be a lámpással. Ecstasyt el kell hívni a túlvilágra, hogy nehogy ott hagyja a fogát. Tökéletes játék a White-tól. Az első tornyot meg is szerezték. Nate 69 farmal, majdnem 30-at ver az ösvény ellenfelére, 9 jelzővel rendelkezik. A Hextech lőpengét majd valószínűsíthetően a hazatérése után be fogja tudni fejezni. Hát ez a mérkőzés, ezt nagyon könnyen elsnowballozhatja most a Vaidin, igen, úgy látom. Igen, ez a Katarina etetés nagyon sok, viszont ott a lámpás. A kataklizma nem hat a túlvilágra, Máté, lehet bajban, remek a játék Kalisztával Febenne. Nagyon sok van, de be kell fejezni, rá kellett villanni, hogy Kaliszta meghalljon. Itt a Kazix, a sebzés nem jó Febenne. Átalakított bogárka kisnyuszivá, ezen a ponton viszont meg is kéne, hogy halljon, ki fogja befejezni, az a kérdés. Jastrom, de itt a Katarina. Le tudod-e törölni azt a kutyus, nem jó helyen van a penge, így kifele kell onnan jönnie Mate-nek, nehogy baj érje őt. Négy, illetve három kevés életerős ellenfél, de nem mehet tovább Mate, mert nem jó helyre esik a tőr, és van egy vadonszava Kuksisnál, ahogy ha nem tudod elhozni, akkor pedig ott maradsz CD-töltés nélkül. Hm? Mondd. Nem tudom, csak úgy láttam egyébként, mintha Feben azért élte volna túl a Máténak, a lándzsainak a kihúzását, mert Kuks is elhasználta rajta a végső képességet, de akkor valószínűleg csak egy pajzsot kapott, miközben megy megint a Cserebere kulacsa és Karabon között. Egy bizony, felelengető csapás és végső képesség, kulacs, sebzés, még egyszer meg lesz, Karabor vagy kulacs, kulacs egyértelműen! Karabor, mintha alá becsülné a minionok erejét és a sebzést, ami egy Renekton-ban van a 9-es szinten, hiába a páncél, kulacs másodjára nyomja le azt a torkán, azt a bizonyos fegyvert ott Renektonnál. Így pedig most már 2-0-ás statisztikával rendelkezik Kulacs, farm előnye van, és nem úgy tűnik, mint akinek olyan nagyon nagy problémái lennének, ebben persze elévülhetetlen érdemei vannak a saját végső képességének, jelen pillanatban így Renekton tényleg legyőzhetetlenné vált már két ízben is. Nézd meg ezt a farm különbséget a lövészek igen, között. Hát ez... Igen, sajnos eléggé szembetűnő, és hát hamarosan elkészül a letaszított király kardja Máténál. Az pedig egy kezdeményezés, csak hogy egy Kalisztával ki lehet ugrálni a Jarvan ultiból. Igen. Elég kellemesen, ráadásul ott van a lámpás, kapkod egy kicsit az Afterglow. Meg Szik is ott van. Igen. Kicsit kapkodnak, úgy érzem. Meitnek pedig majd hamarosan visszatér az égetése, akkor pedig egy Katarina ölni fog. Tökéletes őrszem kihelyezés Paresztől, nyilván. Lányzsát használja, ha az ászlóját használja őrszemnek, Kuks is. Hát, egyelőre a White nagyon halad a 2-0 felé, de számottevő aranykülönbségről azért nem beszélhetünk még, mert tornyokból csak egyet tudtak elhozni. Nagyon-nagyon feltűnő a középső ösvényen a sebzés különbség, de Mate-nek a Katarinája megfogható, csak el kell kapni egy jó kábítással. Ki tudja ezt megtenni? Kulacs. Ahhoz viszont ugyebár ott kell lenni a csapat harcnál, miközben megint a felső ösvényesek, éppen alsó ösvényes farmalását tekinthetjük meg. Hát jelen pillanatban tárgyelőnye az van Kulacsnak, aki majd minden valószínűség szerint a Titán Hidrát vásárolja meg, miközben a második tornya is szépen lassan dőlhet az Afterglow csapatának, viszont Paresz szeretne megint rajta ütni Mátén és Hextasyn. Egy érdekes elképzelés volt, Paresz ugye látta az előbb, hogy ott van egy ellenőrző őrszem. Igazából ez ilyen face check volt, hogy ki van ott, érkezhet-e Szik. És azon a ponton, hogy meglett a Szikket, már vissza is kellett vonulni onnan. Aki pedig most megszerzi a saját vörös szögele hát erősítését. Van azért itt még remény az Afterglow-nak bőven. Van. Csak nagyon meg kéne fogni valahogy ezt az alsó ösvényt. Csak a White-nak meg van egy Katarinája. Így van. Az egyetlen hely, ahol nagy előnye van az Afterglow-nak, az egyetemben Kulacs ezzel a két outplay gyilkossággal, amit tudott hozni. Közben pedig szeretném jelezni, hogy túl vagyunk a 10. percen, így erre a mérkőzésre több tippet nem fogadhatunk el. De valószínűleg még meccsünk, az biztos, úgyhogy ne csüggedjen senki sem. Itt pedig lássuk, hogy melyik csapat nyer. Igen, hogyha
ez a széria akár 2-0-val be is fejeződik, utána majd a Nice Gaming, illetve a THR-nek az összecsapását figyelhetitek meg. Ugyebár a tét nem kicsi, viszont a döntőbe jutás. Így van. Az a helyzet, hogy Kulacs, ha tudja tartani, hogy igen, igen, amikor Mate megindul, Febernek villanni kell. Tehát ahogy a nagykönyvben megvan írva, viszont Mate mindent bedobott, ő is villant, ott a kezdeményezés, onnan ki tud ugrani egy Kha'Zix, és nézd meg Paraszt mennyi életerőt veszített. Igen. Nagyon, nagyon, nagyon sokat. És azért nem kis visszább kellett lépnie, mert hogyha Mate oda megérkezik, igen, akkor ez egy halott Jarvan. Na ez most egy érdekes szituáció. A jelenlegi helyzetben az van, hogy Karabon nem fogja bírni a sebzést, ha benn marad egyedül a buliban. Tehát, hogyha úgy alakul a helyzet, hogy 1v4 a két felsősvényes között, akkor ott Kulacs vígan el fog táncikálni, míg Karabon nem tud mit tenni, közben bajban van Szik, aki kiugrik onnan és túl is éli! Jastrom lövése nem lesz elég! Szik az igazi survivor a mai mérkőzésen, közben pedig szeretnénk megköszönni Bluezornak a hostot. Nagyon szépen köszönjük, király vagy! Nem, ő dzsungeles. Dzsungeles király. Jó. Ugye? Jó, ebben megegyezhetünk. Ugye? Viszont az a 3-0-ás Katarina, ha be tud kerülni a hátsó sor mögé, és Kuks is nem tudja időben átváltoztatni, vagy Kulacs nem tudja kábítani, Febernek a visszadobása nem lesz elég ahhoz, hogy a Sziasztrom vagy akár Feben túléljék. Ott Kuksisnak és per vagy Kulacsnak nagyon kell figyelnie a kezdeményezésre. Az egész csapat játék azon áll vagy bukik, hogy ki kezdi a harcot. És hogy Katarinát el tudják-e kapni. Hát, vagy Katarina elkapja őket. Hát ezt mondom, igen. A érkezés második sergénye pedig egy helycsergény lesz, amire ugyan a rálátást megszerezte az Afterglow csapata. Csak azt tudják, hogy hozzá. A révén, de igen, ebbe beleszólni nem igazán fognak tudni. Kismillió láncsa, sújtás. És a trash-hossá hozzá. És a extázi alaptámadás, igen, végül meghozza a gyümölcsét. Kettőből kettő sárgányan rendelkezik a White csapata, Ecstasy-ra pedig szép. Az outplay, nézd Kuks is, hogy de White Mate megkapta egyébként közben a kábítás, teleport és teleport. Kulacs érkezik és úszik előre, aztán villan, de jó volt a túlvilági hívás. Kulacs bírja a sebzést és letörli a pályáról Ecstasy-t. Kulacs viszont ott hagyja a fogát, Mate fordul vissza. Kuks isnak még van végső képessége, és Mate így is ki tudott ugrani, de aztán végül befejezték, ezzel viszont belehalt Febern is. Közben még egy halál, le tudják szedni Jastromot is a pályáról. Szik pedig egyértelműen el fog villanni. Kicsi BM még, de van stílusa a srác. Biztos volt, hogy ez a Kogmo nem fogja őt megölni, Kuks is pedig egymagában csak végignézi, ahogy a Wide keresztül masírozik a tornyaikon. Mondjuk más lehetősége nagyon nem is volt Sziknek jelen helyzetben, hát elfutni nem valószínű, hogy el tudott volna Jastrom ellen, de viszont belehalni belehalt volna. Hős ismeretjelző komoly BM. Hát igen. Na nézzük, hogy történt ez az összecsapás. Középső ősvényen Kuks is megy előre, ő ugyan legyőzhetetlen, de hát sikerül őt feldobni. Persze még Ecstasy-t be tudta fejezni, viszont rögtön belehal, Mate pedig nagyon bátor, és hát Katarina révén kiosztja magából a sebzést, ugyan ott hagyja a fogát, viszont ezért cserébe három Afterglow játékost hoz el. A Wide, a villanás pedig, mint ugye láthattuk, indokolt volt, és kettő darab tornyot hozott el ebből a vörös oldalon játszó, vagy piros oldalon játszó csapat. Plusz a hírnököt. Plusz a hírnököt. 18. perc, 5000-es aranyelőny. Így van. És Ecstasy megakadályozza a pengecsőre elhozatalt, legalábbis zavarja benne Paraszt. Ez annyira vicces, hogy Paraszt üti a pengecsőröket, Ecstasy meg Paraszt. Igen. De egyébként a sújtás elhasználásával Paraszt egyértelműen elhozta. Hát az anyukájukat is a pengecsőröknek, aztán utána kicsúszott a jó kis kombóval. Igazából szép csapatharc volt a White-tól, de nem volt elveszve az Afterglow. Tehát Mate-et megállították. Az, hogy ő ki tudott utána ugrani, és aztán még vissza is lépett kezdeményezni, de még azt is meg tudták fogni, az egy nagyon szép kombó volt. A gond az volt, hogy az erőforrások elfogytak Mátéra. Meg, és hát nem tudták így sem megölni. A másik gond pedig véleményem szerint az, éppen egyébként Máténál keresendő, hát nem ő a gond, hanem inkább az, hogy kettő darab befejezett tárgya van, ezzel szemben Jastromnak még nincs. És ez ebben a harcban ugyan, hát sajnos még a technika nem teszi lehetővé számunkra, hogy megnézzük, hogy mennyi sebzést osztottak ki például a lövészek az elmúlt, vagy a legutóbbi csapatharcban, de szerintem jelentős volt a különbség. Hamar vesztették el Kulacsot egyébként a Afterglow-sok, tehát hogy a legtöbb sebzést ő
talán benne rejhet, nézd meg az arany különbséget, tehát Kulacs az egyetlen, aki azért tartja magát. De nézd meg a lövészek a Wild mellett, és igen, 5700 illeti Jastromot, és majdnem 9000 van Máténál. Igen. 5000-es az arany különbség a két csapat között, a két lövész között 3000. Ezt nincs lehetősége a Wildnak úgy nem, illetve az Outfitnak úgy megnyerni, hogy ebben a fázisban csapatharcot akarnak. Nem. Ezt el kell rontani a Wildnak, viszont náluk a hírnök, náluk van minden potenciális lépés előny. Ezt egy elrontott csapatharccal veszíthetik el. A másik lépés az Afterglow-nak, hogy húzza az időt, mert most mást nem tehet, de a Wild ezt nem hagyja lehetővé, Kuksi is néz, mit kap. Közben letölik a pályáról a hírnököt, ő azért megtette, amiért érkezett. Wild úgy tűnik, hogy ők nem szeretnék húzni az időt, Hext az viszont nem. Hát szívesen húzza be például Kuksist. Az Ostrom pedig továbbra is tart, már amint ezt kimondom, a Wild visszább lép. Lesz-e tánc? Tánc nem biztos. De baronna sor lehet. Az lesz az érdekes ebben a helyzetben, hogy ha húzza az időt az Afterglow, akkor Kulacs elgyengül, tehát a sebzéséből sokat fog veszíteni. Hát így viszont baronna sor ingyen, Paresz ezt nagyon-nagyon megnézte. Ráadásul a zászlót nem is arra a részre tette, ahol rálátása lett volna, hát... Itt is szembe találkozott a végzetével. A free baronna sor a Wildot illeti. Legalább most nem a trash hoztál. Szerintem a Wildnak teljesen mindig lett volna, hogy kihozz el, ameddig ő... Kulacs van bajban, lefordul Hextasy, viszont a nyúzást később használja el. Hát Kulacs sem megy innen sehova, szép volt a halálos ítélet egyébként. Kicsit szanaszét van az Afterglow, és a Wild meg nagyon csapatként játszik. Hát nem kicsit van szanaszét, hanem szanaszét van. Paresznek nem volt éppenséggel túlságosan sikeres ez a... Hát nem is tudom, meg akarjuk nézni a baront kísérlete? Hát igazából igen, igen. És ezt remekül játszott ki a Wild. Nézd meg, miért befordul a sebzése, most nem volt a legtöbb. De sikerült kijönni onnan. Ja, dehogy nem, hát letörölt a Kuksist, akkor volt a sebzést, hogy észre sem vettem, úristen. Széttépte pillanatok alatt. Igen. Konkrétan, és ez valószínűleg a mérkőzést fogja jelenteni. Jastrom, Paresz és Febben 3-asában nem lesz annyi sebzés, hogy a baronna sorral felerősített ekkora sebzéssel rendelkező Wild. Nézd, Karabon villan, kettős gnár azonnal elhasználja a menekülési képességét Jastrom, viszont mindenkit letörölnek a pályáról. Mét ugrál és sebez. Kettős gyilkosság, hármas gyilkosság lesz-e? Mét nagyon sok ezeret veszít, Jastromból kijött egy jó oda sebzés, de Métet nem lehetett most sem befejezni. Kulacs is meghalt közben. Ugrál Máté, Kuksis és Febern gyűrűjében. Visszafordul Métet letörlik, de Mátét nem lehet. Ő is kivégzi végül Febern. Máté egymagában kell befejezze ezt a mérkőzést. Van 10 másodperc Jastromig, 10 másodperc Paleszig, nem lesz elég a sebzés. Nem lesz elég, nem tudja befejezni a Nexus-t. Ebben a csapatharcban túlvállalta magát a Wild, és ez most jelenleg azt jelenti, hogy a mérkőzés nem ér véget. Még Sweetnek pedig szeretnénk megköszönni a 4. havi feliratkozását. Köszi szépen, igazán nagy király vagy te is. Hú. Hát, nem gondoltam volna, hogy itt a Wild nem end el. Megmondom őszintén. De igazából egyelőre nem releváns, tehát a Wild most összeszedi magát, rendezik a sorokat, hoznak egy sárkányt, és még egy offenzívában szerintem ki tudják végezni az Afterglow-t, ha csak nem hibáznak túl nagyot, azért a villanásokkal kicsit hiány vannak. Hát nem tudom, hogy kellene nekik az a felhő sárkány, viszont ugyebár a baronna sor erősítés még ott van. Hát jogos. Mr. Chiron alias. Hi, I'm Martin. A bázise pedig nyitva van az Afterglow csapatának. És persze elkészült Jastromon a Ginzo düpengéje, ami szép is jó, de hát a lemaradása még így is óriási az ellenfél lövészéhez képest. És nem kell már nekik tornyot dönteni, mindösszesen csak bedönteni a Nexus-t. Kezdeményezés Mátéra, aki ugyanúgy körbeugrálja a kataklizmát, mint eddig mindig. Megérkezik a buliba Kulacs, viszont a Gnarván kombót kihasználja Karabon. Na, ez nem volt túl jó az Afterglow-nak. Közben fogy a Nexus életre, Jastrom sebezés, köpködés, ugat, de hát hova ugatsz már, kutyus? Métet be lehet-e fejezni? Nem! Még egy robbanás, ami nem ér célt. Már csak Kuks is marad. Még táncol egy kicsit ott Kazix. Tánci, egy Alt F4 Febentől közben, de be fogják dönteni a Nexus-t. Játszik a Wild, ahogy csak tud. Teljesen mindegy. Ugyanis a döntőbe már ők bekerültek. Máté hozza a gyilkosságot, a Nexus ledől. 2-0. Köszöntjük a Wildot a döntőben. Azt hiszem, választ kaptunk arra a kérdésre, hogy melyik csapat
érdemli majd meg a döntőbe jutást. A Wild nagyon összeszedetten, azt mondom, hogy pici hibákat elkövetve, aha, de végig maga biztosan megnyerte ezt a szériát. Azt tuti. Hát ahogy te is mondtad, köszöntjük őket a döntőben. Na de hogy mi lesz majd a második szériában, vagy összecsapásban, arra kíváncsi vagyok. A sebzéseket elnézve pedig, hát azt hiszem nem nagyon maradnak kétségek. Mate több mint 22 000-et sebzett azzal a Katarinával. Említés szintjén csak mondom, hogy az ösvény ellenfelének mindösszesen csak 10000-es sebzése volt, és a lövészek között is óriási volt a különbség. Egyébként Febernhez képest nem rossz az a sebzés, hogy körülbelül minden csapatharcát úgy kezdte, hogy el kellett villani a Mate-nek a Katarinájával szemben. A második mérkőzésünk nagyon-nagyon érdekes lesz. Az N6, akik ugye új lövésszel érkeztek, DRX-szel, mármint hogy ugye már magára a roadshow-ra, úgyhogy viszonylag egy új felállást láthatunk. Szemben velük pedig ugye az óriási hype-al rendelkező THR, akik nagyon sok mindent nyertek már itt kis hazánkban. Van lehetőség ezen hatnak a THR-t megfogni, én úgy gondolom, ez a csapat most elég erősnek tűnik, de nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy ezúttal mit tudnak majd ide tenni elénk a kis asztalra. 19 óra 10-kor fog majd érkezni a következő mérkőzésünk, és a győztesünk... Tényleg? TSM népzenész? TSM népzenész. Jó, én ezt egyszer látni akarom. Tehát, kedves népzenész, kérlek szépen, hogy juss el addig a League of Legends karrieredbe, hogy a TSM-ben láthassunk, mert ezzel a névvel meg fogod hódítani a világot. Esküszöm, a következő világbajnokságon a te nevedet szeretném a döntőben üvölteni, hogy te backdoorozod be az ellenfelet, aki az eszkét illesz, de mindegy. Szóval mindenféleképpen szeretnénk ezt majd. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, és akkor jövünk vissza nem sokára a THR N6 összecsapással. Hát valószínűleg olyan 7 óra körül. 19-10-kor. Így van. Ja.